Történelmi mérkőzés és karcagi futballünnep a bajnokság zárófordulójából. Halmai Márton hallják innen a Ligetúti sportelepről, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Gyakorlatilag tét nélküli összecsapással búcsúzik a karcagi együttes a 2015-16-os szezontól. Azonban a zárófordulóban sem maradunk érdekességek és izgalmak nélkül, hiszen a Karcag Televízió képernyőjén története során először szerepel majd a tiszaföldvári csapat, amely 26 év után látogat újra Karcagra bajnoki mérkőzésre. Ráadásul az utolsó kör apropóján a karcagi labdarúgó baráti kör nem kis ünnepséget rittyentett ide a Ligetúti sporttelepre. Van díszvendégünk, a már jól ismert Szendrei József, egykori magyar válogatott, spanyol másodosztály bajnok játékos van itt, és ő fogja majd elvégezni a karcagi labdarúgó baráti kör háziasszonyával, Federic Szandival majd a találkozó kezdőrugását. A csapatokat gyerekek kísérték föl, valamennyiük kezében egy-egy lufi, ezek elengedésével jelzi majd Karcag a nagyvilágba, hogy mennyire is szeretik itt a Nagykunság fővárosában a labdarúgást. De van minden drónfölvétel, szurkolói sátor, ahol egyidejűleg a Németország-Magyarország válogatott mérkőzés is követhető, illetve hát szokás szerint tombola, ingyenes belépés, mi egymás, utána pedig egy nagy közös vacsorával búcsúztatják majd a szurkolók és a játékosok a szezont. Már délóta fő itt a helyszínen, a csülkös bableves, úgyhogy a játékosok a jól megérdemelt vacsorát itt a támogatók körében tölthetik majd el. A helyszínen jelenleg is zajlik Szendrei József köszöntése és üdvözlése
a mexikói világbajnokságon is játszott, Kanada elleni mérkőzésen védett Szendrei József. Magyarországon az Újpest csapatában volt alapember és vált híressé, Spanyolországban pedig a Malagában, valamint a Cadizban futballozott. Napjainkig hősként tisztelik a Pireneusi félszigeten. Magyarországon kevésbé számítanak az ő munkájára, a szókimondó egyénisége miatt talán. Ennek ellenére itt Karcagon nagyon szeretjük Csámpit, aki ma is örömmel fogadta a felhívást. Nem vagyunk jó formában, ennek ellenére azért megérdemli a csapat ezt a kisebb fajta ünneplést. Nem lesz meg a dobogó, a negyedik hely a maximum, amelyre odaérhetünk. Ennek ellenére a szurkolók úgy gondolták, hogy illik, és megérdemli a csapat a köszöntést. Szerencsére azért a szokásosnál többen is látogattak ki ide. Azért egy olyan jó 200-an itt vagyunk. És hát egyúttal Bosnyák Imre itt a helyszínen most jelenti be, itt tegyük mi is, egy bizony csapatunk középpályása, Varga Zoltán Malépája pályára utoljára felnőtt bajnoki mérkőzésen, karcagi nevelésű labdarúgó, innen érte el a nemzeti bajnokságot az NB3-ban, a karcagi színekben mutatkozott be, aztán elkerült Itonról, több csapatban is megfordult, Kapuváron, Sármelléken, Túrkevén, Kunmadarason is, azonban az utolsó bajnoki szezonját itt Karcagon, szülővárosa csapatában töltötte Varga. 25 mérkőzésen lép pályára, egy gólt szerzett, de közel sem biztos, hogy az a Törökszent Miklós elleni 11-es volt az utolsó találata a csapatban, ugyanis Varga ma is ott van a kezdőben, és a csapat gesztusának tekinthetően az ő karját díszíti majd a mai napon a csapatkapitányi karszalag is. A kezdő sípszó előtt Varga Zoltánt a karcagi labdarúgó baráti kör külön köszönti is, ha minden igaz. Aki kisfiával vonult föl a pályára. Csontos Szabos játékvezető sportársak, hogy fújjon a csíkjában. És akkor most következik az, ami a karcagi labdarúgás hírnevét hirdeti majd a nagyvilágban. A élő most léggömbök fölengedése az utánpótlás játékosoknak köszönhetően. Kékfehér, mi más lenne, nagy taps közepette a léggömbök felemelkednek, és becsapós nem a vendég Kékfehér együttes hírét, hanem a milyenkét viszi majd. Rendhagyó módon zöld-fehér összecsapásban játszunk majd. Még egy közös fotó, hát ebből nem lesz 5 órás kezdés. Reméljük azért a játékosok a hosszadalmas bemelegítés után képesek lesznek jó iramban megkezdeni majd a találkozót is. De milyenink a negyedik, hetedik hely valamelyikére érhetnek oda itt az utolsó fordulóban. Az eredmények szerencsés alakulásával meg lehet a negyedik pozíció, ez azért azonban kisebb fajta csoda kellene. Egy győzelemmel az biztos, hogy a hatodik helyünket bebiztosíthatjuk, és mi mindent megtettünk az idei jó szereplésért. Tiszaföldvár újoncként középmezőnyt csípte el, jelen pillanatban a 12. helyen állnak, de már gyakorlatilag a téli fordulóra bebiztosították megye egyes tagságukat. Ugyanis ősszel 20 pontot gyűjtöttek, ehhez sikerült a tavasz folyamán még 11-et hozzátenni. Ebben a fél szezonban azért annyira nem remekeltek, 3 mérkőzést nyertek meg, 2 döntetlen, valamint 9 vereség mellett. Sajnos a karcagi forma sem az, amit elvárunk és amit megszokhattunk. Az utolsó 3 hazai meccsünkön nem nyertünk, igaz, egyszer sem kaptunk ki, mind a 3-szor döntetlent játszottunk, Törökszent Miklós, Csépa, valamint Jászfényszaru ellen. Azonban az utolsó 6 mérkőzésünkből csak egyet nyertünk meg, 3 döntetlen és 2 vereség mellett. Úgyhogy az utolsó körben azért az a cél, hogy szépen búcsúzzunk a szezontól, és egy kicsit javítsunk a hangulaton, amely az elmúlt fordulókban a csapat házatáján kialakult.
A játékosok köszöntik egymást és a játékvezetőket, ezt teszi Szendrei József is, és aztán kis csúszással ugyan, de az ünnepségnek köszönhetően azért jó célokra telt el ez a pár perc, megkezdődik majd a megyei bajnokság 30. fordulójának karszagi érdekelségű meccse. Sokan hiányoznak tőlünk, így a zárásra a Kocsis legutóbb kisújszálláson, amikor 2-0-ra kikaptunk, kigyűjtötte 10 sárgalapját, így ő ma nincs. Kovács Csaba hosszú ideje sérült, Rózsa ugye jól tudott, Ausztriában fulvozik, és Bukowski is megsérült, így ők ma biztosan nem játszanak. Közben Federics Szandi, illetve Szendrei József elvégezték a kezdőrugását a mérkőzéstek, most már ők is nyugodtan, mindenféle feladatuk nélkül szemlélhetik majd a találkozó alakulását. A karcagiak még megvárják majd Varga Zoltánt a fogadkozással. Ő az, aki pályafutása utolsó mérkőzésén Hegedűs Ferenccel dönt a középkezdéstől, illetve a térfélválasztásról. A vendégek sincsenek itt teljes létszámban. Zsidai István vezetőedző sem számíthat minden játékosára az utolsó találkozón. A héten jelentették be Tiszaföldváron, hogy Lendvai Arnold angliai munkálatai miatt elhagyja a csapatot. Mindössze 20 esztendős játékos, azért alapember volt, 21 mérkőzésen szerepelt, 2 gólt szerzett, így alig, hanem majd a folytatásban az ő pótlását valamilyen úton, módon meg kell oldani Tiszaföldvárban. Illetve Kesjár is régóta sérült, ő sem épült föl az utolsó találkozóra, így is azért 5 cserejátékossal el tudott utazni a Tiszaföldvár karcagra, ahol 26 év után lépnek pályára utolsó először. És hát remélhetőleg nem túl szép emlékekkel jönnek, és nem rontják el a karcagi futballünnepet. Ősszel egyébként megtették, akkor hazai környezetben 3-1-re le tudták győzni Orosz István csapatát, és hát a kisújszállás elleni győzelem után úgy mentünk oda, hogy hát ezt már valahogy lehozzuk itt a bajnokság végén. A tiszaföldváriak nem így gondolták, és azért igencsak jó teljesítménnyel, Máté Fazekas duplájával könnyedén otthon tartották a 3 pontot. Elkezdődik a találkozó, és az utolsó mérkőzésre az eredményjelző is úgy dönt, hogy működésbe lép, így azon is a helyszínen lehet követni a mérkőzés alakulását. Aki esetleg elbambulna néhány pillanatra, vagy leragadna a szurkolói sátornál a magyar válogatott mérkőzését nézve. Hamar készülődhet majd bedobáshoz. Remélhetőleg a hangos dobszó, illetve a nagyobb tömeg a karcagi játékosokat is egy kicsit lelkesebb produkcióra ösztönzi majd, mint amit az elmúlt hetekben láthattunk. A szurkolók inkább azzal voltak elégedetlenek, hogy kicsit hitehagyott a játék, kicsit keveset vállalnak a játékosok, és nem tesznek meg mindent a győzelemért. Ez még jobban fáj, mint amikor nem nyerünk. Orosz István is igyekezett rendet tenni a fejekben, ő is elmondta, hogy sajnos ezt ő is érzékeli a csapaton. Jó lenne, hogyha itt a végére, az utolsó 90 percre sikerülne minden idegszállal a pályára és a játékra koncentrálni. Szívós. Német. Szőke Norbert. Visszatérése után ez a 3. mérkőzése most először kezd a csapatban. Mikor máskor, úgy néz ki, hogy ő a leghátsó ember, középhátvédenek ellenére 10-esben játszik. Gyors passzokkal és aztán egy szép csellel tartja meg a labdát Burján, hogy aztán a bal oldalon lehessen szervezgetni egy támadást. Olá! Burján. Minden mezőnyjátékos a karcagi térfélen. Nem illetődik meg a Tiszaföldvár. Jó a beadás, Belényesi azonban leúzza, meg is tapsolják a nézők. Ebből az is kiderül, hogy a Gócsot kiszorítva, a mai alkalommal ő a kapuban. A Gócs pedig parádézott kisújszálláson, annak ellenére, hogy 2-0-ra kikaptunk a kunsági rangadón. 7 év után szenvedtünk vereséget tőlük, azért az igen fájó volt. Varga Zoltán! Jó a beadás, Szőke! Megvan az első helyzet, Huszárvéd, nem volt nehéz dolga. Varga Zoltán beadása pedig igen remekül találta meg Szőke Róbertet ott középen. Nem sikerült erőt vinni a kísérletezésbe.
Búrján már. Robi a legeredményesebb karcagi játékos a tavasz folyamán. Összesen 8 gólja van a bajnokságban, és hát Bukowski, valamint Balog Csaba híján alig, hanem tőle várjuk majd a mai alkalommal is a gólokat. Szőke. Nem jó a kényszerítő, hamar pedig kiengedi. Herceg Róbert asszisztens pedig azt mutatja, hogy bizony kirúgás következik. A játékvezetői hármasról még nem esett szó. Csontos Szabolcs fújja a sípot, a hozzánk közelebb eső oldalon Bán János, a túloldalon pedig az említett Herceg Róbert asszisztál. Varga lökött egy picit. Szabadrugás lesz kifelé. Olá adja oda Hegedűs Ferencnek, ő fogja majd alig, hanem elvégezni a szabadrugást. Hosszan előre vágott labda, Orosz Istvánnak figyelnie kell. Bebújt volna mögé Pápai. Összjátékkal azonban megoldjuk a labda kihozatalát. Most Olá lök Vargán. 1-1, kettejük párharca. Varga pedig egy picit új szerepkörben. Itt Karcagon azért őt inkább a középpálya közepén szokhattuk meg, most azonban Bukowski sérülése miatt inkább jobb szélsőként játszhat majd ma. Erdei. Magasan volt egy picit a lába Erdei Tibinek. Ezért jár majd kifelé a szabadrugás. Huszár fogja elvégezni. 32 esztendős a kapus. 22. alkalommal véd a bajnokságban. Van egy öngólja. Zsinórban ez a 9. idénye a csapatnál. Ő bizony végigjárta a megye 3-at, illetve a megye 2-t. Alapembere volt a feljutásnak. Orosz. Szőke Norbert. Szívós Gergő. Erdei gyorsan elvégzi a szabadrugást. Szőke nem várta. Ennek ellenére sikerül annyira megzavarni Budaházit, hogy kiharcol egy szögletet. Jön majd az első karcagi sarokrugás a mérkőzésen. A mérkőzés 6. percének végén. Az elvégzése az már át fog csúszni a 7. És nem azért, mert hamar lassan kocog. Igyekszik minél előbb elvégezni majd. Jól tekeredik, meg is van a fejes. Újfent Szőke Robi. És most sem sok hiányzott. Huszár verve volt. Ez a kapustól akár be is mehetett volna. Hát ha ilyen ütemben 3 percenként termeljük a helyzeteket, akkor bizony itt egy kiütéses győzelem is benne van a levegőbe. De várjuk ki a végét. Az elmúlt 3 fordulóban nagyon megszórták Tiszaföldvárt. Múlt héten Tiszafüred nyert 5-0 ellenük, előtte pedig Szajol 5-1-re. 3 hete pedig Újszásztól kaptak ki 3-0-ra. Nincsen les, mindenki megállt egy pillanatra. Főleg a labdát birtokló Verep Csaba. Ha gyorsabban eszmél, ebből akár egy helyzet is kialakulhatott volna. Jó összjáték. Belényesi újra a helyén a beadásnál. Orosz csinál egy megkerülős cselt. Kicsit hosszú volt neki Belényesi labdája. Nem sikerült megoldani. Pápai ott hagyja Olának. Jó megmozdulás. Nem fúj a játékvezető szabálytalanságot. Kicsit ott volt a keze Szívós Gergőnek, de dobta magát
a tiszaföldvári. Nem könnyű átverni a játékvezetőt. Új labdával egyébként a meccs. Információink szerint Szentrei József hozta magával, és hozta ajándékba a karcagi csapatnak ezt a meccslabdát, amelyet azonnal föl is avatnak a felek. Vonal mellett indít Orosz. Kupai Dánielnek nem sikerül azonban bent tartani. Jöhet a touch. Szőke Norbert eltalálja Máté Fazekast, aki nagyon gyors, és már is lól a karcagi kapu irányába. Jó a passz, nem sikerül azonban lekezelni Törteinek. Ez így nagy hiba, de ott van még a labda. Most egy passz, Máté! A 9. percben vezett Tiszaföldvár Máté Fazekas Attila góljával. Hát ez hideg zuhany. Egy balul sikerült felszabadítás Szőke Norbitól, ami eltalálta Máté Fazekas mellét. Innen pedig korán örültünk, amikor nem sikerült Törteinek levenni a keresztpaszt. A végén komikus jelenetek közt Máté Fazekas be tudja kotorni a vezetőgólt. Hát erre nem számítottunk. Gyakorlatilag helyzet nélkül vezet Tiszaföldvár Karcagon. Ma is megvillan a földvári gólzsák. Ez a 15. gólja Máté Fazekasnak a bajnokságban. Tavasszal pedig már 8. alkalommal eredményes. Ő a házi gól királya a csapatnak. A második legeredményesebb játékosuk Búrján csak 5-öt rugott. Ő maga szállítja a sikereket és a pontokat a csapatnak. Hát sok egyéni hiba megelőzte ezt a gólt. Igen, korán hátrányba kerülünk. Két hete Jászfényszarú is egyébként 2-0-ra vezetett itt a félidőben. A vége 2-2 lett, úgyhogy aggodalomra semmi ok. De hát nem esett jól ez a korai találat. Olá fejel. Így akarta. Szögletre bólintotta. Megint Szőke tornyosolt ott mögötte. Varga Zoltán először arról az oldalról. Laposan. Könnyedén kifejelte Hegedűs. Ráadásul a gólszerző Máté Fazekas az, aki összegyűjti. És indulhat a kontratámadás. 3-3 ellen. A hosszú oldalon pedig nagyon üresen érkezik Vereb. Kupai szerel, meg is rúgják egy picit, jöhet a szabad rugás. Nem lenne jó ekkora területeket adni, hiszen az látszik, Zsida István csapata igen csak gyorsan tud védekezésből támadásba átállni. Orosz labdáját nem tudja bent tartani Erdei. Legutóbb a kisújszállás elleni találkozót követően azt mondta Orosz István, hogy bizony jól látják a szurkolók, hogy jönnek az ívelések, fordulók óta, amiket azért nem szoktunk meg. Sokkal inkább ugye a gyors, rövid passzos játék volt a karcagi csapat ismertetője. Viszont a gyengébb edzés látogatottság, kevesebb edzés, fizikális fáradtság, és hát ebből fakadó kevés mozgás csak az ilyen ívelgetős játékot teszi lehetővé. Erdei jól tolja meg magának. Ügyesen keresztez elé Hegedűs, aki aztán ott a szögletzászló közelében picit gondba került. Szőke faltja után azonban megnyugodhatnak a földvárdiak, és ők jöhetnek majd szabadrúgással. Csapatkapitány Hegedűs 2011 óta szerepel itt, de korábban több ízben is megfordult már Tiszaföldváron. Mindössze 3 meccset hagyott ki a szezonban. Máté Fazekas keresi a lövő pozíciót, meg is találja. Van önbizalma. Nem is csapódott rosszul ez a löket.
is hiány bő 10 perc alatt duplázni tudna a liget úton. Szívós. Orosz. Erdei rúgta össze egy picit a bokáját. Hangja volt. Ennek ellenére a játékvezető nem sípol. Német. Szívós Gergő. Szőke. Erdei. Nagyon messziről, nagyon mellé. Megpróbálta. Össze a Kovács Csaba szerezte a gólunkat. Hát ő ma biztosan nem talál be. Jó néhány hete még Kunhegyesen szenvedett sérülést. Jó lenne, hogyha azért az alapozást majd a csapattal tudná kezdeni a nyáron. Erdei! Jó indítás Balogh Csabának. A beadás sem rossz, Hegedűs lábáról fölpörög. Erdei aztán kapu irányába. Könnyed zsámány Huszárnak. Csapkodó a játék. Jó lenne egy picit nyugodtabban oda menni a támadásokba. Orosz István elvégzi. Ellene fújtak azonban. Nagyon határozottan jelzi azt Csontos Szabolcs, hogy Orosz István húzott előbb. Búrján a labda mögött. Ősszel egy gólt rúgott a Karcagnak. Orosz István pedig figyelmezteti a játékvezető. Nem lenne jó összeszedni itt egy lapot a meccs elején. Szőke nincs 9 méterre. Szabad szemmel látható a játékvezető is. Kicsit hátrébb rendeli Szőke Róbertet. Hegedűs Ferenc pedig megigazgatja a labdát. Ennek ellenére lehet, hogy nem ő végzi el. Nem hagyja másra. Belényesi pedig kiengedi. Nem sokat hibázott. De Belényesi onnan látta, hogy bizony ez a labda mellé fog szállni. Varga hátulról nagyot kap. Jelez is Bán János, hogy bizony szabálytalanság történt. Olá Dániellel lesznek még harcok a meccsen. Kicsit összeszólalkoznak. Aztán azonban rendezik a konfliktust. Nincs harag. De az biztos, hogy ha ilyen kevés idő alatt ennyiszor összecsaptak, akkor a meccs végéig bizony az ő kettejük pár harcára még érdemes lesz majd odafigyelni. Hamar! Balogh csúsztat, kapufa, és bepörög, Balogh alig ha volt lesen. Valaki az emberek mögül mozdult be, Balogh viszont bizonyosan nem. Ez így egy furcsa döntés. Na de ezekből kell több. Az ilyenfajta helyzetekből is akkor jönni fognak majd a gólok. Földvári dobás jön. Sokat áll most a játék. Hamar. És újra meg kell, hogy álljon. De azért, mert Belényes jöhet majd kirúgással. Kapusposzton nincs gond Karcagon. Ezért összességében véve két magabiztos hálóőrünk van, két olyan játékos, akire bármikor lehet számítani, mind a ketten képesek extra teljesítményt nyújtani.
Balogh testtel sodorja tovább, azonban utána ott hagyná Kupainak. Így sikerül visszazárni. Szívós. Erdei tovább csúsztatná a Marnak. Újra elveszítjük a játékszert. Máté Fazekas. Szívós belelép a passzába, így lett azonban jó Burjánnak. Olá! Eddig jó a támadás építés, Orosz lép bele a végén Pápai passzába. Nagyon kellett. Időnként, mint kés a vajon, úgy jön át a Tiszaföldvár a karcagi középpályán. Ha lehet hinni a pletykáknak, akkor a nyári időszakban azért várhatóak majd erősítések Karcagon, hogy aztán mi valósul meg belőle, az a jövő zenéje. Sokan azt emlegetik, hogy néhány olyan ember, aki az előző szezonban még Karcagon játszott, az idén viszont máshol próbált szerencsét, könnyen lehet, hogy visszatér majd a karcagi csapatba, és hát ők azért mindenképp olyan erősítései lennének ennek a fiatal gárdának, akik tudnak 5-10 ponttal többet is szállítani akár, és akik hínséges időkben is magabiztos teljesítményt tudnak nyújtani. Törtei! Máté Fazekas lekészíteni Burjánnak, kicsit hosszú volt. Szívós, Varga. Orosz. Szívós. Lassú a játék, nincs kinek passzolni. Erde is most néz föl és kapná. Jól jön azonban a kapuból Huszár József, magabiztos. Ha szabad így fogalmaznom, egy igen nagy darab robosztus kapus. A kapuban mindenképp jól jön az ekkora testi fölény. Szögleteknél, pontrugásoknál ember legyen a talpán, aki belemegy vele egy ütközésbe. Szőke. Megint soká tette. Igaz, nem is volt kinek. Egymást hozzák nehéz helyzetbe a karcagi játékosok. Erde ismét. Polgárral vív nagy csatát. Sikerül még beadni. Megint jön Szőke. Ezt a helyzetet is kihagyja. Igazán szorongatott helyzetben volt. De ha már Erdei ilyen bravúrosan középre tudta tenni, akkor megköszönhettük volna. Arad a 0-1. Pápai. Kap egy szabad rugást. A Szódi volt kicsit keményebb a kelleténél. Az egyébként nem ritka, hogy ő keményebb a kelleténél. Van 10 sárgája, meg egy piros lapja a bajnokságban a vendégek 10-esének. Oda kell rá figyelni. Szőke. Orosz. Balogh. Orosz, csak hátrafele tudunk játszani. Német, használhatatlan indítás. A meccs negyede lepörög. Azt látjuk, amit az elmúlt hetekben annyiszor már. Görcsös, szenvedős a csapatjátéka.
És elsősorban saját magunk ellenségei vagyunk. Kupai. Szívós Gergő. Ez most jó játék. Hola, nagyon ügyesen és jó ütemben dobta be magát. Nagy mentés volt. Haszódi. Pápai. Erdei belelép. Tiszaföldvári bedobás lesz. Kicsit morog az ég. Reméljük, hogy azért nem fogja elrontani majd itt ezt a kis karcagi ünnepséget. Meg a Tamásnak sem tenne jót az eső. Budaházi tette haza a kapusának. Sikerült bent tartani. Azonban csak a karcagnak. Ajándékba kaptuk, vissza is adtuk. Máté Fazekas. Nem áll elé senki. El is tudja lőni. A játékvezető pedig visszafújja a szabadrugást. Nem játszunk jól. Szőke előtt azért adódtak helyzetek. Valamennyi kihasználatlan maradt. Belényesi állítja a sorfalat, négy embert kér minimum, de könnyen lehet, hogy Erdei is oda sétál. Megérkezik Tibi, Szívós Gergő pedig elsomfordál onnan, elég lesz az a négy. 25-26 méter a táv. Haszódi teker, oda a kapu közepébe, nem jött ki Belényesiről. Nem volt azért egy könnyű védés annak ellenére, hogy oda ment. Pont ott előtte pattant volna. Észnél kellett lennie a karcagi kapusnak. Erdei. Fineszes megoldások sora. Ügyesen tartotta meg a labdát. Szívós Gergő pedig nem tudja kinek passzolni. Ebben a bajnokságban igen gyakran szembesült ezzel. Kevés a labda nélküli mozgás. Máté Fazekas. Törtei, kiteszi oldalra, most kapja Vereb. Nagyon nagy cseh, jó a beadás, nem sikerül kapura tenni. Hát most nem rajtunk múlik, hogy nem 0-2. Oda szögezi a Tiszaföldvár a karcagot a kapu elé. Holá! Belényesi jön. Lehet indítani. Ez inkább magasra ment és lassan hullott. Ki tudták számítani, hogy hova fog érkezni. Huszár. Nagyon nyugis. Bevezeti a labdát, és amikor Erdei rámozdulna, akkor öleli magához. Orosz hazafejeli. Igen, csak szoros az emberfogás. Vereb. Csontos játékvezető sípol. Hegedűs végezheti el a szabadrugást. Átrugja a túloldalra tök üres Olának. Búrján. Olá. Varga nem éri el, még mindig Olá, becsúszva sem tudjuk szerelni. És még mindig nála. Vereb, ott pattog, egyik lábról a másikra, nem sokan tudták, hogy éppen kinél van.
Ezek nem a mi perceink most. Hegedűs. Vereb. Máté Fazekas. Elakad a passz. Nem tudjuk most megtartani. Varga kapja. Idén tölti a 40. életévét Varga Zoltán. Nagyon tartalmas, szép hosszú pályafutás áll mögötte. Hegedűs. Orosz fejeli el. Kupai Dani nem nagyon találja a helyét a védelem jobb oldalán. Kocsis János helyén játszik. Kocsisnak azért véleményem szerint igencsak jól sikerült a visszatérése a karcagi csapatba. Alapembere tudott lenni együttesünknek, nagyon sokat melózott ebben az évben. Hegedűs, nagyon távolról, jó 2-3 méterre kapu fölé. Tíz év után jutott vissza a Tiszaföldvár 2015-ben a megyei első osztályba. 5 évet húztak le a megye 3-ban, ugyanis egyből odaléptek vissza, annó a megye 1-ből, aztán pedig 5-öt a megye 2-ben. A pályán elért eredmények alapján egyébként nem lettek volna jogosultak idén sem az osztályváltásra, viszont a bajnok Nagy Iván nemhogy nem jött föl a megye 1-be, hanem visszaléptek a megye 3-ba. A második, harmadik, Jászkísér és Tiszagyenda pedig nem vállalták a megye egyet. Így jutottak fel ők, valamint az 5. helyezett Kunszent Márton. Hát a Kunszentnek vannak kiesési gondjai, viszont ha az utolsó fordulóban nyer, akkor bent marad. Ezzel pedig kiejtve kis újszállást, aki Kunhegyest követheti a megyei másodosztályba. Hát ha ez a forgatókönyv történne meg, akkor egy év alatt mindkét közvetlen kunsági riválisát is elveszítené a karcagi csapat. Kunhegyes 19 pontot gyűjtött. A sok hercehurca a csapat körül nem tett jót, és Varga László érkezése sem tartotta bent őket. A kis újszállás pedig talán későn ébredezik. Az utolsó egy hónap focia. Lehet, hogy kevés lesz a bennmaradáshoz. Tószeg és Jászkísér az a két csapat, amelyik majd jön föl a megye 2-ből. Lesznek tehát friss húsok a megyei első osztály küzdelmeiben is. Balog! Csabi bátra, bambán! Erdei. Legint olá. Nem először vetődik így bele a labdába. Önfeláldozóan a bal hátvéd. Szabálytalanul sem tudjuk megállítani Pápait csak most. Orosz István nem válogatott az eszközökben. Jó, erről jöhet majd a tiszaföldvári pontrugás. Továbbra is a 8. percben szerzett Máté Fazekas góllal 1-0-ra vezetnek a vendégek. Burgyai, valamint Hegedűs a labda mögött.
ezt a Kárhegyből is kapura lehet tűzni. Ez is történt. Láttunk már ennél életképesebb szabadrugást. Harmincnegyedik perc. Elpattog. A Szódi őt sem lehet fölborítani sem. Szép összjáték, Máté Fazekas oroszról nem megy ki, aztán pedig megvárja, amíg szabálytalankodnak ellene. Ebben most minden rutinja benne volt Orosz Pistának. Pedig általában a tavasz jobban sikerül Karcagon, mint az ősz. Ez az utolsó hét mérkőzés azonban nem olyan, mint amit elképzeltünk. Huszár. Szép nagy felszabadító lövés volt. Az erdőben kötött ki a labda. Pedig azért jól kezdtük a tavaszt, jöttek szépen a pontok, jöttek a bravúr győzelmek. Sikerült a tavalyi bajnok Tiszafüredet is két várra fektetni. Egy nagy komoly zakóba szaladtunk bele itthon Szajol ellen. Akkor úgy tűnt, hogy a szajoliak megnyerik majd a bajnokságot. Az utolsó fordulóban még a bronzérmük is kérdéses. Máté Fazekas. Törtei. Balogh Csaba, lehet fordulni, két karcagi is lesen azonban. Szőke Robert talán nem volt azon. Bán János viszont azt mutatja, hogy igen. Lehet, hogy nem ért vissza Szőke az utolsó védő elé. Karcagi labdarúgó baráti kör kórusa rendületlenül dalolászik, és a hangos dobszó is a csapatot kéne, hogy segítse. Az ő kedvüket nem vette a gól. Szőke. Karcagi bedobás. Erdei mellel. Nagyon finom labdakezelés, és aztán jól látja meg Balogh Csabát. Na most mi vagyunk többen elől. Balogh Csaba talán passzolhatott volna. Így lövéssel fejezi be, de nem talál kaput. Arga Zoli kísérte a támadást a másik oldalon. Hát mennyire szép lenne, hogyha ő egy gollal tudná befejezni pályafutását. Lehet, hogy lesz még rá alkalma. Alig, hanem ha büntetőzjük a csapat, ő állna oda. Hamar. Olá! Jó labda ez is, Máté Fazekas. Most a lövés. Nem jött ki belőle a kifli. Így legyenesen elrúgta a kapu mellett. Szerencsés góllal
de nem biztos, hogy érdemtelenül vezet a Tiszaföldvár. Szőke jól indítja Erdeit, Hegedűsnek kell kizárni rá, inkább pozíciót véd. Erdei most teszi, Varga nem hullik be. Rezdült a álló, Varga Zoltán azt mutatja Erdeinek, hogy talán ha egyből neki teszi, szerencsésebb lett volna. Oda lett a sansz, annak azért megvillanások, vannak helyzetecskék, de komolyat még nem kellett védenie Huszárnak. Erdei kis ilyen lerúgja alá fejét. Szívós elszórja. Törtei fordul. Jön segíteni Aszódi, ő inkább a Máté Fazekast választja. Jó löket! Most egy pillanatra meghűlt a vér az erekben. Jól játszik Máté Fazekas Attila. Olá igazgatja meg a sportszárát. Ez az első idénye a tiszaföldvári csapatban. Jó szezon zárt, csak eltiltás miatt hiányzott alá. Igaz, amiatt háromszor is kellett neki 10 sárga és egy piros a mérlege. Egy gólt is rugott a 27 éves Balbek. Szépen bejátszotta magát. Az se jön a félidő hajrája. Jó lenne még a félidőben egyenlíteni. Erdei, jó cselek. Most ebből mehetne egy gyors támadás. Hegedűs azonban leszedi az átadást. Varga, jó megoldás. Erdei Tibi, még mindig ős, piccel lövi el. Nagy bravúr, Huszár. Na ez most már védés volt. Ütemtelenül, gyorsan, nagy erővel. Kis hián 1-1. Jó volt az összjáték Vargával. Az ilyen gyors, váratlan, szemfüles passzok azok, amik hiányoznak a csapatból. Ha 7-8 percenként egy-egy ilyet tudna villantani valaki, akkor jóval több kidolgozott gólhelyzet lehetne. Vareb ezt most csúnyán elhelyezkedte. Egy előreívelt szabadrugásnál maradt jócskán lesen. Erdei Tibor. Nagy nehezen két ember föl tudja rugni. Mint egy tank. Jól játszik ma Erdei. De hát végül is ezt szoktuk meg tőle. 6 gólt rugott a bajnokságban. Jobb teljesítmény nyújtott, mint tavaly. Igazán most tavaszra kapta össze magát. 4-szer is eredményes volt. És hát sokszor jó játékkal elállta meg a bizalmat. Jó néhány asszisztot kiosztva.
hamar a szabad rúgással. Mi a gondot középen, kérdezi a játékvezető, Német valamint Hegedűs, akik kicsit kakaskodnak. Most már jöhet a szabad rúgás, hamar, ott a csúsztatás, és ott a gól! Szőke Róbert találatával 1-1 az állás. Ketten is hozzáértek ott középen. Szőke az, aki közelről bepacskolja. Tehetetlen volt Huszár. Onnan esélyesen volt hárítani. Közvetlenül előtte változtatott irányt. A játékvezető pedig azt mondja, hogy nem lehetett les, ugyanis Hegedűs Ferenc csúszhatott még bele. Ő azt mondja, hogy Német. Egy biztos, a 44. percben egyenlít a karcagi csapat Szőke Róbert találatával. Máté Fazekas. Fönnakad Németen. Tiszaföldvári szabadrugás lesz. És hát azért jó érzés volt itt a helyszínen hallani, ahogy szinte fölrobbant a lelátó az egyenlítő karcagi góltól. Örömteli lenne minden mérkőzésen ilyen hangulatban játszhatnának a játékosok. Úgyhogy tessenek jönni a meccsekre. A Szódi. Nagyon fölé teker. A rendes játékidő letelt egyébként. A játékvezető pedig úgy dönt, hogy nem is hosszabbít. Egy-egy az állás, mennyivel jobb szájízzel lehet így szünetre menni, mint hogyha 0-1-el fordultak volna a csapatok. Pedig a 8. percben hideg zuhanyként érhetett minket, ahogy Máté Fazekas Attila belerondít a karcagi foci ünnepbe. Egy igencsak szerencsés góllal szerezték meg a vezetést a vendégek. Nyögvenyelősen játszunk, küzdünk, hajtunk, de az átütő erő hiányzik. Sok a hiba, sok a pontatlanság. Egy szabad rugás után azonban sikerült még a szünet előtt egyenlítenünk. Szőke Robi révén itt teljesen nyílt az összecsapás. 45 perc van hátra a bajnokságból. Kövessék végig velünk az eseményeket, akkor is a Karcag TV képernyőjén. Rövid szünet, aztán innen folytatjuk.